Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves VNTV, vagy Vivonatúra Televízió kedves nézőit. Egeri György barátommal, Parapercre című adássorozatunkban az élet vagy élő megfejtetlen rejtélyeiről fogunk beszélni. Mióta én téged ismerlek, az összes előadásod valamilyen biológiai kapcsolódás volt mindig ahhoz a fajta tudáshoz, amit után te szabad energiával bármivel foglalkoztál, tehát kvázi, onnan szedted az ismeret, hát honnan máshonnan, aki az életet megfejti, az megfejti a fizikát, megfejti a kozmológiát, nagyon sok mindent megfejt, akár a csillagászatról is fogunk kicsit beszélgetni. De mielőtt belemennénk ebbe a dologba, egy látszólag teljesen távoli témát veszünk alapul, és ez pedig ilyen alkotmányos jogi kérdéseket feszegetünk. Ugye, azt kell látni, hogy a mi őseink azért ezer éveken keresztül adták a vérüket azért, hogy a rabszolgatartóktól mindig minimális jogokat megszerezzenek, és élhetőbbé váljon a családjuk, a hazájuk, az életük környezete, mert ez a drága kis gonoszerő, aki folyamatosan folytogatja a világot, és ma már teljesen a gigánkon van a két nagy mutatója. Ez azért nem barát ezeknek a rendszereknek, és te az utcán találkoztál még, nem is tudom nekem ez miért nincs meg egyébként, még a korábbi 89-es alkotmányunkkal, amit még nagyon optimista, nem kérem, köszönöm, 89. október 23-án adta ki. Most, amikor ezt az adást készítjük, akkor épp október 23-ai ünnepségekre készülünk. És drága Gyuri barátom, olyan jogokat vélt ebbe felfedezni, ugye most nem az emberi jogok kiáltványát veszük itt elő, ami egyébként alapja minden alkotmányos törvényalkotásnak, de találtál olyat benne, ami az egészségedre vonatkozik, vagy olyat, ami a tudományos kutatásaira vonatkozik, és ma úgy érzed, hogy ezek a jogai teljes egészében korlátozó vannak. Visszaadnám neked a pirosra ráhúzott részeket. Hát ugye vannak arról a passzusok, hogy szabad a véleményünket elmondani, szabad a sajtó, bármilyen kutató eredményeiről csak kutató mondhat, hát a véleményt, magyarán az olajipar nem dumálhatna bele abba, hogy hidegfúziós kutatást végzünk, és az ő sírját ásogatjuk. Ezen kívül arról is van az alkotmányban szó, hogy tudatom és engedélyem nélkül rajtam nem lehet orvosi kísérleteket végezni, már pedig az elmúlt években én ezt láttam. Egy kísérleti nyúllá avanzsáltak. Igen, a saját családomon is. Én nem voltam ehhez partner, és megúsztam, de nagyon sok honfitársunk pórul járt ebben az ügyben, és az egész dolgot csak azért hozom föl, hogy milyen mértékben lezüllött a tudomány. Eddig is óriási problémák voltak, de a tudomány, mint intézmény mértéktelen lezüllésének voltunk tanúi az utóbbi évtizedekben, bár például a transmutációt, a biológiai eredetű transmutációt, azt 200 éve tiltják. Tehát mindig visszatér az, és itt állandóan ezzel fogunk találkozni, hogy az a effektus, az a hatás, amit nem tudnak megmagyarázni a kor tudományának a szintjén, azt igyekszenek betiltani. Ez egy tragikus hozzáállás és tragikus tévedés, egyszerűen azért, mert be kell vállalni azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem ismerünk. Az adott kor szintjén se mindig a főtudósok azt próbálták eladni, hogy ők aztán már mindent tudnak, és ők a tudás kizárólagos birtokosai, tessék idadni nekünk a pénzt. De ha elkezdjük piszkálni azt, hogy miért van az, hogy nem hogy egy sejtet, de egy sejthártyát se tudunk kémcsőbe létrehozni, akkor megáll a tudomány. Hogy van az,
hogy egy légy a maga parányi agyával, hogyha ezt a szót használhatjuk, másodpercenként 300 képet föl tud dolgozni sztereóban. Tehát 360 elől, hátul minden. Míg ennek a nagyon gyors képsorozatnak a feldolgozása egy mai szuperszámítógép számára teljesen lehetetlen. Beül a légy a moziba, ő diavetítést lát. Azt, hogy szép lassan jönnek a képek. A légy 300 képet tud fölfogni a teljes univerzumról a környezetében, és ezt nem bírjuk számítástechnikával követni, holott az ő agya idegrendszere nem több, mint egy gombos tűfej. Hát hogy van ez? Nézd meg a pókot, ugye ennek sokkal rosszabb szemstruktúrája van. Ugye a lénynek ez az egész felülete, ilyen domború kivetülése, igen, van. A póknak még 8 szeme van hasonlóképpen, mint nekünk, és sokkal rosszabbul lát, mint a légy. Így van, ez egy régebbi konstrukció. És ugye a másik nagy problémám, majd aztán végigmegyünk, és az emberek nagy többsége nincs tisztában azzal, talán maguk a kutatók sem, hogy milyen sok minden dolgot nem tudunk, és sokkal rosszabb a helyzet, mert nem az, hogy nem tudjuk, de nem is tudhatjuk, kutatni se szabad. A legbrutálisabb módon folyik a biológiai transmutáció elnyomása 200 éve. Ha ilyesmibe kutatsz, az azonnal halálos ítélet. De a fémhajlítás is, amit én magam láttam, hogy egy illető elkezdte simogatni a kanál alját, és a kanál tetején megpuhult, és elkezdett forogni. Konkrétan erről a kanálról van szó? Konkrétan ez a kanál, és sok hasonlót láttam, meg asztaltáncoltatást, és nincs rá magyarázat, lehetne találni rá magyarázatot, és abban az esetben, ha lenne olyan kutatói szabadság, hogy legalább ezen elgondolkozzunk, akkor meg lehetne érteni az életet. Sokkal jobb orvosságok, vagy egyáltalán gyógyítási módszerek jöhetnének elő. Lehet, hogy, mit tudom én, rákászati iparág az összeomlana, tehát a citosztatikumok meg röntgennel, gamma sugárzással úgymond gyógyítani a daganatos betegségeket, ezek eltűnnének, előtérbe jönnének a természetes módszerek, de ehhez nagyon jól kellene ismerni az élet alapvető trükkjeit. Most az a probléma, ugye én hőerőgépész, gépészmérnök vagyok, és mi megtanultunk a műegyetemen, a műszaki hőtan során mindenféle hőerőgépeket méretezni. Tudjuk, hogy mi az, hogy entrópia, és ez azt jelenti, hogy egy ilyen energia átalakítás során mindig rendezetlenebb lesz a folyamatban szereplő összes anyag. Képzeljük azt el, hogy van egy teherautó, nedves homok leborítják elénk az udvarra. Mi lesz abból 2 év múlva? Hát semmi, kiszárad, a szél elhordja, 2 év múlva az a kupac homok nem lesz ott, rendezetlen. Az élettelen természet mindig a rendezetlen irány felé megy. Mit látunk az életbe? Eldobsz valahova egy kis mustármagot, vagy egy magocskát, és egy elképesztően rendezett, jó struktúrált a dolog, egy növényke jön létre, ami a termodinamika második főtétele szerint teljesen kizárt, abszolút tiltott. Tehát azt, amit látsz, és mindig látunk, hogy kibújik a csíra, és felnövekszik egy növényke, egy kis állat, nem beszélve az emberről, az a fizika összes törvényét pofonvágja, összes törvényét megsérti.
nagyon sok olyan könyv született, és ezeket szeretem olvasni, amikor biofizikusok próbálják visszavezetni az élet lényegét néhány alapvető 100 évvel ezelőtt a megismert fizikai törvényre, és közben elfelejtik azt, hogy milyen furcsaságokra képes az élet, az idegrendszer, de elsősorban senki nem tudja azt elmondani, hogy ott van az a kis csíra, ott van az a kis hímivarsejt, vagy női petesejt, hogy hol van ott abban az a tervrajz, ami majd meghatározza, hogy bizonyos fehérjék a mely sejtekben, mely szervekben hová kerüljön. Sehol. Sehol nincsen semmi. Tehát ez a második nagy probléma, hogy termodinamika második főtétele után, annak megsértése után nem tudjuk, hogy hol rejtőzik a tervrajzunk, ami alapján fölépítenek. Ugye azért itt nagyon sokat fejlődött azért az ismeret, ugye már tudjuk, hogy maga a létezésünk nem ebbe a kis bőrzsákba vagy vízkorsóba él, hanem a körülöttünk lévő információs mezőbe, és onnan szipkázzuk be azokat a dolgokat, hogy milyen módon kell egyre nagyobb struktúrákat létrehozni például, és a DNS-énket, ha nem úgy fogjuk föl, hogy ami, hanem kis vevő antennáként, ami minden ember egyedileg szabott, akkor minden további információ, sejtosztódás, stb. Annak az antennának a vevő szerepét határozza meg, ami folyamatosan egyre nagyobb sejtosztódásokat hoz létre, aztán átlép egy nagyobb csoportosulást, tehát a DNS-t egyszerűen, mint antenna rendszerként érzékeljük, és a környező teret, mint információs mezőként, akkor elvileg ebbe a fajta gondolkodásba, amit elmondasz, tökéletesen belefér ez a dolog. Látom, hogy vakarod a tarkódat kicsikét. István, ezzel az a baj, hogyha megnézed, mit tudom én, a csimpánznak a DNS-ét, és megnézzük az emberét. Minimális különbség van. Már pedig tudjuk, hogy nagy az eltérés, tehát azt az eltérést, amit a csimpánz meg közöttünk észrevesszük, és tudjuk, hogy van, nem látjuk a DNS-be, de az előbb ettünk banánt. A banán DNS-e meg az ember DNS-e között legalább 60%-os az átfedés. Tehát én a DNS-ben sem látom azt ott, hogy betölthetné ezt a szerepet, de ha csak arra gondolunk, hogy az agyunkban mit tudom én, hány trillió neuron van, és azoknak az egymás közötti pozíciója már pedig fontosnak tűnik. Hol van az a óriási mennyiségű információ, ami azt mondja, hogy na, ez a neuron ide kerül, az oda, és az egész struktúra így alakul ki. Sehol nincs. Na, akkor ezt próbáld meg víz struktúra szempontjából fölfogni, hogy egyszerű számítógépes példát fogok hozni, hogyha neked vannak különféle kis fiókjaid, és ez legyen a kognitív idegrendszer felfogó képessége. Itt van a környezetünkben számtalan információ, amit képtelen vagyunk felfogni, mert a neuronhálóunk formai rendszere, illetve a fiókok nem állnak egyelőre rendelkezésre, amit az új tudásokat képes legyél felfogni. Tehát amikor előre mentél a tudásodban, neked ezeket a fiókokat a fejedbe létre kellett ahhoz hozni, hogy egyáltalán észleld azt az újat ezekben a ősi tudásokban, ami mellett mások elmentek. És gyakorlatilag még mindig vízstruktúrális formai rezonanciáról beszélünk, ami benned kialakult, amikor te ezt újból már abban a mezőbe beteszed, ahonnan ezt kaptad, akkor már esetleg én is azt föl tudom fogni, meg tudom csinálni a saját kis kognitív felfogó képességem erre. Lásd, a kvantumfizikának 100 év kellett ahhoz, hogy nagyobb tömegekben el tudjon terjedni, és minél több ember képes legyen felfogni magát az egésznek az értelmét. Tehát nem beszélünk mi teljesen ellentétes dolgokat, csak én más oldalról, én formalagzatokban gondolkodom, de mindig külső információs térből
szeretnénk behozni dolgokat, de ne terheljük a nézőket, ez a mi saját kis dolgaink. Az élet születése, már megígértük nekik, hogy a tükrözésről beszélünk nekik, a dualitásról. Elmeséljük neki, mi az a spiralitás, ami tömörít, illetve lebontja az univerzumokat, az a porrendszer, ami körbeveszi a spirálokat, és ez a biológiai létezésben milyen módon köszön vissza, mert onnantól lehet utána azt az óriási tudást megérteni, amit ebből kihámoztál, és megcsináltad ebből a saját kis gépezetedet. Hát a mélységes meggyőződésem az, hogy a tanított fizika édeskevés nem hogy az élettelen, de az élő világ megértéséhez. Ugye a legfontosabb az, hogy hiányzik az elektrodinamikából a forgás. A mechanikában ismerjük a forgást, feltaláltuk a kereket, használunk pörgetjüket, stb. Az elektrodinamikából teljesen hiányzik a forgás, a Maxwell egyenletekben nincs ott a szögsebesség. Az egy teljesen mesterséges dolog, és nem tudjuk, a mérnökök úgy végzik el a műegyetemet, hogy nem kell használni a spin szót soha. Fizikusok megtanulják, mert amikor fölépül egy-egy atom a spin fogalmával, meg kell ismerkedni, de nem értik azt, fogalmuk sincs. Azt mondják, hogy hát ez teljesen csak kvantummechanika, ennek nincsen klasszikus analógia, ugorjunk tovább. Ugyanakkor, amikor azt látom, hogy egy élő ember megsimogatja a kanálnak az alját, és ez meglágyul, és elkezd forogni, akkor azonnal az jut az eszembe, hogy nem értjük a spinnek a fogalmát, nem tudjuk azt, hogy mi az, hogy töltés, nem értjük azt, hogy mi az, hogy tér, erőtér. Tehát ezek az alapvető fogalmaink biztos, hogy rosszak. A gravitációról elképzelt einsteini világ felfogás egész biztosan hamis. Ezt onnan tudom, hogy egy magyar villamosmérnök, a magyar rádiózás őse, Magyari Endre figyelte meg 1957-ben talán egy napfelkelte során, hogy amikor megtörtént a nap-hold-föld együttállás, a Lakihegyi adótorony egyszerűen nagyon hirtelen átlendült a másik irányba, tehát a hold hirtelen a nap és a föld közti gravitációt kiárnyékolta. Ez teljesen hiányzik és ellentmond a görbült téridő Einstein-féle filozófiájának, nem. Azt mutatja, hogy a gravitáció az gyakorlatilag nem más, mint az éter elnyelésén alapuló folyamat. Itt van körülöttünk az éter, az életet is táplálja és befolyásolja. Ezért van az, hogy a nőknek 28 naponként van menstruációja, amikor a hold betakar, és ezért megváltoznak a biológiai folyamatok, és ehhez nem kell a föld felszínén lakni, mint az embereknek, hanem a tenger mélyén levő kagylók, akik nem is látják a holdat, azok is 28 naponként nyitják ki a kagylóhéjukat, és megy ki a sperma, és fogadják be a spermát, és egy krumpli darab is, amit levágsz, beteszel egy dobozba, 28 naponként megváltoztatja a metabolikus a reakcióit, sokkal élénkebb lesz holtöltekkor. És a növények is sokkal erősebben osztódnak holtöltekkor, de nagyon érdekes módon, ha van egy radioaktív mintád, ami elektronokat bocsát ki, tehát ez a gyenge kölcsönhatás, 28 naponként megváltozik a radioaktivitás mértéke,
és a mindenféle vegyi reakciók is más sebességgel jönnek létre. Tehát az egész univerzumban mi be vagyunk drótozva, az egész élő és élettelen világ, tehát ahogy mozognak nem csak a hold, hanem a bolygók körülöttünk, a nagy bolygók, és mindenféle csillagképek, ezek mind befolyásolják a termékenységi periódust is, de még az alfa radioaktív sugárzást is, de a bétát nagyon erősen, és persze a vegyi reakciókat is, hát ezért van az, hogy az élővilág is. Tehát az egész élő és élettelen világ csodálatos módon össze van kötve a teljes univerzum mozgásával, és én hosszú ideig azt gondoltam, hogy hát a horoszkópok meg így a csillagjóslásnál nagyobb baromságot nehéz elképzelni. Ma már azt gondolom, hogy igen, emögött valós dolog létezik, csak az még nem a tanított fizika, mert a tanított fizika mindig is ez volt a véleményem, a létező világ talán egy ezrelékét vagy egy milliomod részét írja le, édes kevés az. Statikus rendszerekbe gondolkodik, nem ezekbe a én három példát szeretnék csak elmondani. Gyógyszergyárak, amikor halott anyagokat viszel be a testbe, és azoknak semmiféle spinjük nincsen elfordítva, milyen óriási energia kell az ott lévő mikrobiomnak, hogy ebből élő forgóanyagot csináljon, ez az első gondolat. A második, amikor ilyen anyagokat teszel bele, aminek nincsen forgása, nincs élete, akár egy... Ez megöl. Oké, megöl, de a másik, ezt beteszed egy Kirlian fotórendszerbe, és nincsen fénye. Nincsen fénye. Nézd meg, próbálj meg egy műanyagnak a fényét megnézni, nem működik, nem él. Tovább megyek. Itt olyan vízkezelő rendszerek vannak, ugye természetgyógyászként tudom, hogy ha a testedre, a te cirkuláris polarizációdnak megfelelő irányba adok energiát, akkor adni tudok, érzem most is, hogy adom. Ha el akarok venni valami káros dolgot, akkor pont az ellenkező irányba kell csinálnod, és a vízstruktúra szempontjából, amikor be tudom így pörgetni, hogy mutattam neked, tömörödnek a vízstruktúrák, rendeződik, azért használunk spirálokat a termékek alatt jobbról balról. Ez azt jelenti víz nyelvén, hogy a határfelületen egyetlen sejt szintjén a szabad töltések megjelennek, ugyanakkor a belső kinetikai mozgások lelassulnak, egy fixebb hidrogénhidak, fixebb szerkezetet tartanak föl. Ez egy közös barátunk, Szász Endre barátunk, nagyon köszönöm neked a könyve megírásával. Szász András segítségével értettem ezt a dolgot meg. Ha megnézed a pívíz készüléket, ugyanez a jellegessége, jobb irányba beforgatja a vizet, majd olyan tengeri kerámiáknak az információtartalmát mellé csatolja. Ugyanez a Grabner-féle készülék, amit Ausztriába árulna, és minden erről szól. És akkor most jön a 20 forintos kérdés. Amikor pontosan a könyvemet írtam ezzel kapcsolatosan, én a földtörténet különböző időszakában más irányú csiga házakat találtam. De ilyen millió évekről beszélünk, nem 20 évekről. És akkor jártam Montrára, és akkor az egyik tanáromtól kérdeztem, hogy a szvasztika keresztje, az miért jobbra forog, miért nem balra? Azt mondja, gondolkozz egy csiga életébe, ha a csiga úgy forogna, hogy a nyitott szája felé, akkor állandóan a homokba belefulladna és nem élne, és pontosan mindig úgy kell pörögnie, hogy ő az életnek megfelelő irányvonalat vegye föl, és ez ugyanez, ahogy megnézed a mi univerzumunkat, hogy ennek is van egy jobb fordulatú része, és vannak az égbolton bal fordulatúak is. Na és itt van a 20 forintos kérdésem, hogy akkor ez tágulás, szűkülés időszakában ezek a rendszerek átfordultak, vagy ez a te fejedben hogy van meg? Mert hogy ezt tudom, hogy nem egy egyszerű kérdés, de... Az egész univerzum periodikusan működik. Ma a tankönyvi fizika azt mondja, hogy volt egy nagy boom, és aztán onnan indult ki minden. Ugyanez filozofikus dolog, de én azt gondolom, hogy az univerzum mindig is megvolt, és nincs ilyen, hogy egy semmiből keletkezett a minden, hanem ez nehéz ezt nekünk fölfogni, de ez örökké létezett. Uh-huh. Ja, tágulások és szűkülések időszakban.
dinamikusan rezeg, kitágul, helyenként komprimálódik, sűrűsödik, rezeg, él, mozog, folytonosan változik. Ugye úgy van, hogy van tágulás, szingularitás, szűkülés, és valahol, és most jön a nagy kérdés, hogy a párhuzamos univerzumban újból egy tágulás van, és amíg a szingularitásban van, na addig van a nagy információs beírás a mezőbe, ami utána közös nagy tulajdonunk lesz, és onnan kiszedő információkat fogom tudni ezt a gondolatot, amit te mondtál, vagy azt a gondolatot, amit én tettem bele. És ez az állandó pulzálás, ez, ami jellemzi az életünket, és ez Buddha már képes volt felfogni, hogy másodpercenként több mint 20 ezer ilyen, azt sem tudtam, mi ez a másodperc, csak ezt a vibrálás kalapáknak hívta, és ez az életnek az alapvető jellemzője. Amikor kiköltöd a teret, akkor jobb cirkuláris vagy, mikor lefolyik a szingularitásba, akkor ez a dolog megfordul, és az ősi jelképekben ez ott van benne, ez a forgó spirál, ezt észre kell venni. Mindig ott, a spirálok azok ott vannak, minden egyes utcasarkon, vagy minden egyes dologban. Ugye ez a nullából, vagy ősrobbanásból elinduló világegyetem abból a tévedésből keletkezett, hogy egészen az 50-es évekig a távcsöveknek a nagyítási lehetőségei végesek voltak, rászögezték az univerzum egy részére, és akkor azt látták, hogy na, van egy-két távoli galaxis, de a galaxisok között aztán teljes sötétség van, ott aztán nincsen semmi. Csak ahogy sikerült kimenni az űrbe, és az űrtávcsövek sokkal jobb felbontó képességgel meg tudtak nézni dolgokat, direkt rá a szakma nagy ellenzése ellenére direkt ráirányították a Hubble-t egy olyan részre, amit a legsötétebb helynek gondoltak, és az is tele volt galaxissal, csak az addigi nagyításban azok nem látszottak. Tehát, hogyha egyre jobb és jobb távcsöveink lesznek, akkor azt látjuk, hogy mindenütt hemzsegnek a galaxisok, és nincs olyan, hogy az egész univerzumnak itt a vége fuss el véle, tehát, hogy 8000 fényévnyire már aztán eljutottunk az univerzum végére. A végtelenségig mindenütt vannak tejutak, és ezt nekünk nagyon nehéz fölfogni, megemészteni, hogy ez mindenütt ott van az anyag, mindenütt ott van talán az élet is, és a legfurcsább dolog, hogy van ez az általunk megtapasztalt háromdimenziós világ, de azon kívül is a hipertér is létezik, amibe kiléphetünk, és akkor, ha van forgó töltés, és az egész élet ilyen forgó, spirális molekulákra épül, abban az esetben létezik egy újabb tér, nevezzük ezt orosz a minta alapján spintérnek vagy forgótérnek. Ebben az esetben van nem csak elektromos és mágneses, hanem spinterünk is, de ha van már három egymásra merőleges tér, ha abban elindul egy elektron, akkor az már nem három dimenzióba fog menni, hanem kötelező neki kilépni a hipertérbe. Na most a gömbvillám ez így működik a hipertérrel, ezért van az, hogy teljesen lezárt dobozba meg tud jelenni egy gömbvillám. Idén is volt tavaly ősszel volt Magyarországon egy ilyen haláleset, hogy egy zárt szobában megjelent, és egy idős úriembert megölt álmában, szétégetett a gömbvillám, de ajtóablak télen be volt zárva, és ez télen jelent meg ez a gömbvillám. Vannak róla a fotóim. Tehát sokkal nagyobb az univerzum, mint amit mi gondolunk, mert még megy a negyedik, ötödik, ki tudja, hanyadik térdimenzió felé, és akkor itt jön megint egy óriási kérdés,
mert rendszeresen vannak olyan emberek, akik baleset, vagy egyáltalán egy ilyen lelki felindulás után ki tudnak lépni a testükből, és úgymond felülről látják magukat. Van olyan ember, aki azt írta le, hogy ő a száján keresztül látta az egész univerzumot, ott volt úgymond a szeme bent a szájüregbe, és tehát látta a fogait, és a fogain keresztül látta az egész környező világot. Ez csak úgy létezik, ha létezik hipertér, és úgymond a lelkünk az mozoghat ebbe a hipertérbe. Halálközeli élmények erről szólnak, az egész idegrendszer működése, az agy működése, ahogy előbb elkezdted, hát erről szól, és ezt a békát nem tudja lenyelni a mai természettudomány, sem a fizika, sem a akkor biológia. Akkor azt mondod, hogy a végtelen galaxisok tömege ez az egész létezés. Nekem az asszociációm a relativitás törvénye szerint ez akár lehet egy emberi test is, igaz? Milyen kilátásod van a kislábújat csücskéből, rálátás erre, vagy milyen órási lehetőséget kapsz neked, hogyha az agyalapi mirigyeden keresztül vagy képes kilátni ebből a világból, ami itt te magyarázod, igaz? Ahol egyébként, ha majd felfogjuk, hogy ez egy olyan fajta súlypontja, vagy szingularitási pont, vagy fekete lyuk az agynak, ahol ő a felső világokkal kapcsolatot tud teremteni, utána ő ezt letükrözi a jobb agyféltekének, és akkor most jönnek azok a tükröződések, hogy a tükör foltjai szerint vagy képes felfogni azt a világot, az univerzumot, amit megkaptál. Jóval nagyobb rálátásod, kilátásod van ilyen módon, mint hogyha a lábújhegyed végénél lett volna ez a születés, bocsánat, hogy ezt mondom. Mert hogy itt a nagy titkok itt jönnek elő, hogy van-e ahhoz valamilyen kognitív memóriád már, ezek a tükör foltjai, ezt is ősi leírásokban megtalálod, hogy fölfogd azt a végtelent, ami lehetőségként itt van körülötted, be tudod-e fogni az agyadba, hogy te képes voltál dolgokat felfogni, meg kellett hozzá a kis fiókjaidat csinálni ahhoz, hogy ezt fölfogjad, és ez a jobb és a bal agyfélteke tükröződéséből adódik, és akkor innentől adódik mindig a kérdésem, hogy ez a párhuzamos univerzum, amiben ugye a jobb és bal agyfélteke ott van, ez létezik-e magában a hipertér létezésben egy másik Gyuri, ott ül most a stúdióban, lehet, hogy piros színű a Hosentrugerja, de ez az információ transfer a szingularitáson keresztül, hogy te adsz át neki tudást, onnan te kapsz tudást, hogy ez működhet-e a te világodban. Elvileg igen, kísérleti bizonyíték azért nincs rá, mert nem tudjuk, hogy kéne egy ilyen kísérletet megtervezni, de arra most már egyre több kísérleti megfigyelés mutat, hogy létezik a mi három térdimenziós terünkön kívül egy világ, ami nem anyagi jellegű. Tehát az anyag ebben a három térdimenzióban stabil, és Felix Ehrenhardt, holland fizikus mutatott rá, hogy az anyag ebben stabil, a transzverzális elektromágneses sugárzás ebben a három térdimenzióban torzulás nélkül tovább megy, a torziós elektromágneses sugárzás meg a longitudinális is tud haladni, de azt nem tudom, hogy a torziós az vajon, ha kilép a hipertérbe, akkor módosul-e. De az nagyon érdekes, hogyha a hipertérbe mozgunk, akkor az időbe előre és hátra is lehet mozogni. Időutazásról beszélünk. És időutazás. Így van az, és hogyha az emberek veszik a bátorságot, és szembenéznek saját magukkal, fognak találni az életükbe olyan momentumokat, amikor megérzéseik voltak arról, hogy na, mi lesz, hogyha ő ezt meg ezt meglépi. ISP, erről tartottál 15 évvel ezelőtt előadás, és ott voltam, mert emlékszem, ezt a sense percepciónak hívjuk ezt a jó, betettük egy dobozba, de ennek a lényegét meg kell érteni, nem elég egy fiókot fölcímkézni, hanem ki kell húzni, és meg kell érteni ennek a,
a lényegét. És ez a probléma nem csak például a telepátiánál, meg a prekogníciónál van ott, hanem egyáltalán egy olyan melbevágó problémánál, hogy működnek például az enzimek, C-vitamin, D-vitamin és így tovább, mert ezek a katalizátorok, vitaminok rendkívül specifikusak. Ezek az enzimek fehérjékből épülnek föl, de ha egy icipicit módosítunk rajta, és az még nem csak a felületes szemlélő, hanem a biológus kutató számára ugyanúgy néz ki, és az már működésképtelen. Még egy mondatot vissza, ez a kedvenc témám is, nagyon szeretném, hogy mi van akkor, ha ezek a pulzáló terek, spines terek, hogy a gravitáció, ugye ebben az állandó tágulás szűkülésben lehetetlenség, hogy a gravitáció nem ugyanilyen forgásos teret hozna létre, és akkor már is ott van az a harmadik tér, amit azt mi állandó statikus dolognak gondoljuk a gravitációt igazából, nem, ugye ha elfogadjuk ezt a formai vagy a fiókos dolgot, akkor tágulás, annak a formának megfelelőt kitölti, lásd ezek az ősi ábrázolások, megfordul másik irányba, a szingularitásba eltűnik, de közben a teret, azt a gravitációs teret ugyanúgy jobbra-balra kell, hogy pörgesse, és akkor már meg is nagyon sok érdekes feltételezésünk megszűnt, és akkor most már térjünk át arra, hogy ez a 200 év óta eltitkolt biotranszmutáció hogyan is működik, egyáltalán magyarázzuk meg a fogalmat, ugye a hidegfúziónál előző adásokban azért elmondtuk, de az élet hogyan tud teljesen új dolgokat a molekuláris biológián túl létrehozni olyan anyagokból, ami nincs is ott jelen? Hát ugye egyáltalán én azt gondolom, hogy biológiai transmutáció nélkül az élet teljesen kizárt. A víz, az ősvíz, amit meteorokban megtalálunk, amikor ide becsapódik, megnézik, a űrszondák megvizsgálják a víz struktúráját a Marson, meteoritokon, mindenütt a nehéz víz aránya sokkal-sokkal magasabb. Oly mértékben magas, hogy az már mérgező. Hát nálunk folynak ilyen kutatások, deutérium szegény. Boros professzor volt itt. Boros, aztán a Somjai Gábor, ők ennek az úttörői, és rendkívül értékes munkát végeznek, amit az akadémia megint csak ignorál tragikus módon. De ebben az ős óceánban kezdődött, itt alakult ki az élet, a baktériumok, de 1 milliárd évig semmi más bonyolultabb lény nem tudott teret nyerni, egyszerűen azért, mert ez a nehéz víz megölte, megmérgezte őket. Na most a mitokondriumokban, és ezek a mitokondriumok már az ős bacikban is ott voltak, ezek forgó enzimek, az életnek egy többféle módon is csodás találmánya, itt forognak a töltések, protonok, forgó protonok hajtják őket. Na és amikor egy szénatom találkozik a deutérium atommal, ez egy transmutáció jön létre, a szén és a deutérium fúzióval összeáll, egy kis energiát fejleszt, de ennek folyamányaként el is pusztul a baktérium, viszont nitrogén jön létre, elmegy a deutérium, és ennek a folyamatnak egyik része, hogy normál hidrogénes víz keletkezik, és az ős vízből egyébként pedig kivonódik a deutérium, és lehetőséget ad a kevésbé mérgező normál víznek a hát
aránya fel. Amiért bonyolultabb életek is létre tudnak jönni. Így van, mert a mitokondriumokat nem veri szét, és azt hiszem, az is látszik, hogy az öregedésünknek az egyik faktora a vízben még mindig ott levő nehéz víz, mérgező deutérium. Ha teljesen deutériummentes vízbe lennénk, vagy kevésbé deutérium, kevesebbet tartalmazó deutérium lenne, akkor valószínűleg élhetnénk 150-200, mit tudom én hány évet, nem mennének tönkre az energiát termelő mitokondriumok. Egy gondolatot engedj meg. Az első az, hogy elég sokat nézők ismerik ezt a kérdést, mert sokat beszéltünk róla, hogy a kor előre haladtával a szervezetünket tartalmazó rendezett vízstruktúrák folyamatosan bomlanak le, és olyan születéskor 95% egy csecsemőnél, a elhalálozásnál 35%. Ezt a két dolgot kéne párhuzamba tenni a rendezettség, illetve a magas deutérium tartalom összefüggésége. Ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy a föld vízkészlete, azt mondtuk a hollandokra, hogy 20 év ezelőtt, hogy ezért költöznek el onnan, igaz? Mert hogy akkor a jég sarkok olvadása, hogy emelkedik a vízszint. Na, kutyafáják, most csináltak fotót megint New Yorkba, 2 méterre lejjebb van az a vízszint, mint 1920-ban, amikor fotózták magát a szabadságszobrot. Hogy a fenébe van? Létezik-e, hogy a korunk ilyen borzasztó módú elszennyeződése, ugye Boros professzor pont ezt kutatta Somél Gábor úrral, hogyha nő a deutérium tartalom, sokkal nagyobb a rákos betegségek előfordulása, és ezt valami módon csökkenteni tudják, például jó működő mikrobiommal, mert a baktérium az, aki a deutériumot képes átalakítani nitrogén, és akkor már normális vízstruktúra van. Mi van, ha azért kezd el süllyedni az egész vízkészlet a mag felé, és ez egy nagy hülyeségnek hangzik elsőre, mert egyre növekszik megint a tengervizeink deutérium tartalma, és akkor lehet olyanokat megfigyelni, hogy a pH-ja például 8-2-ről most már 7-1-re süllyedt, ahogy az emberi testben például a magzatvíz ugyanúgy 7,1 pH-ra. Tehát, hogy mi oda-vissza kölcsönhatásban vagyunk a természettel, amit nagyon nem akarunk figyelembe venni, viszont ez a magas deutérium tartalom valóban gyilkolja az embereket, ugyanakkor a rendezettség ellen kell, hogy hasson, mert különben mi más, a szabadgyököket persze még idehozom, azok ugyanúgy a rendezettséget támadják, és akkor itt egy másik effektus, hogyha nem viszik el az űrlények a vizet a fejünk fölül, ahogy több fantasztikus filmben van, akkor még valamilyen módon tömörödik a vízstruktúra, és elkezd a föld magja felé menni, aki nem biztos, hogy másból áll, mint víz, de ebbe most nem menjünk bele. Mi erről a véleményed? Ez az egész, hogy mit, ez az egész kérdéskör nagyon furcsa és kérdőjelekkel teli. Egyáltalán, hogy mi tartja a Föld belsejét melegen, miért vannak még most is aktív vulkánok, mi az, ami miatt a Föld belsejéből jönnek ki anyagok, és úgy tűnik, a Szamosközi János barátom csinált évekkel ezelőtt egy fundamentális kísérletet, vette egy nagy ólomgolyót, befette hőszigetelővel, és azt vette észre, hogy ez az ólomgolyó mindig egy kicsit melegebb, mint a környezet. Ez azt mutatja, hogy minden egyes tömeg nyeli el az étert, és ezért melegszik. A nap meg a csillagok melegedésének egy másik faktora, nem csak a porfúzió a környéken, a felszínen, hanem ez az éter elnyelése is. És ez kísérletileg egyszerűen kimutatható lenne, ha a fizikusokat érdekelné, erre az irányba kellene olcsó kísérleteket végezni, de például a piramisok is veszett módon melegek, sokkal melegebbek, mint a környezetük. Megint egy óriási téma a természet, a környezet megismerése felé, és megint csak egy magyar mérnök Pakson végzett ilyen
úttörő kutatásokat. Ez a barátom egymás után épített betonból piramisokat, többet is, és ezek ki lehetett mutatni, hogy ha az egyiknek a hőtermelő vagy villamos energiatermelő képességét rövidre zárta egy dróttal, akkor a másiknak is megváltozott. Tehát ez megint egy ilyen rejtélyes és megfejtendő energiahálózat létére utal a természetben. Piramisokról egyszer elhívlak külön beszélni. Most visszatérünk oda, hogy az őstengerekben a magas deutérium tartalmat, az egysejtű lények, volt itt már valaki, azt mondta, hogy a gombák voltak előbb, mint a baktériumok, ebből most nem menjünk bele, hogy a baktériumok, amik egyébként háziasított mitokondriumban, egy baktériumban dolgozgatnak, igaz? Ő képes a magas deutériumból lebomlást csinálni, mert akkor mert magas a deutérium szint, akkor ő megpusztul. Elpusztul. Így alakulnak ki a rákos sejtek. És menjünk tovább vissza, hogy megértsük a biotranszmutációt, amikor egy normál bélflórában, normál összetételű mikrobiom van, ez nem egy baktérium, hanem baktériumok milliárdainak az összessége, kap egy kis anyagot, ugye a hidegfúzió szempontjából legyen mondjuk egy szén, de én azt mondom, nem szén kap, hanem kap egy kis marharépát, és éppen egy ilyen éheztetett környezetben van, és egy megfelelő gondolkodás van, itt jön vissza a gondolat, ami életbe tartja az agy béltengelyen keresztül a baktériumok összetételét, mennyiségét, ő képes abból bármiféle anyagot létrehozni. Ahogy az őstengerek, ahogy megtisztultak a baktériumok által, hogy alacsony deutérium tartalom, tudtak bonyolultabb életet létrehozni, és ez az életnek az alapja, és amikor azt elmered mondani, és szeretném, hogy ezt a tojáskísérletet, amit mindig ráthivatkozom, most te mondd el a kedves nézőnek, hogy ez konkrétan hogy volt. Itt van az összes változata, de a csigákról is beszélhetnénk, hogy fogjuk már föl, hogy az élet annál csodálatosabb, mint amit mi el tudunk képzelni. A tojás, ami egy sejt, csak jó nagy, könnyű hozzáférni, elektródokat lehet ráakasztani. Két olyan emlékezetes jelenségcsoport van körülötte, amit talán a nézőknek is érdekes. Az egyik, a legelső, amivel találkoztam, hogy egy dán kis szamizdat folyóiratba olvastam egy cikket, hogy tyúktojásra megtermékenyített tyúktojásra rátettek egy EEG-t, ami egy feszültségmérő, mint egy oszcilloszkóp úgy működik, egy gigaohmos bemeneti ellenállással, tehát nem zárja rövidre a rendszert. Na, volt nekem egy nagyon jó barátom, együtt albéreltünk a Kutor Laci, mint villamosmérnök, és ő a doktoriát, a PhD-jét akkor a SOTE, azt hiszem, 3-as számú idegklinikáján csinálta, úgyhogy egy este bemehettem hozzá, vittem 10 tojást a hónom alatt. És akkor szépen megreszeltük a tojásnak a tetejét, meg az alját, rákentünk olyan vezető folyadékot, amit egyébként így az EEG kísérleteknél használtak. Csodák csodája, körülbelül 50 másodpercenként volt egy nagy elektromos jel, és ez szabályos, és ez ment órákon át. Most ez azért volt érdekes, mert ahogy így a tojás megszokta, hogy figyeljük őt elektródákon keresztül, tőle egy méterre egy másik tojást forró vízbe dobtunk. Tehát semmiféle elektromos, kémiai kapcsolat nem volt. És abban a minutumban, amikor megfőztük a másik tojást mellette, az elektródokkal felszerelt tojás elájult. Többé nem adott elektromos jeleket. Érezte a zavart az éterbe, érezte, hogy mellette egy ugyanolyan élet elpusztult, hibernálta magát, körülbelül 12 óra múlva újra élett. És akkor ment tovább megint, két hét múlva még mindig adta a jeleket,
megint megöltünk mellette egy tojást, akkor is elájult, és aztán soha többé nem tért élethez. Tehát ez azt mutatja, hogy az élet ilyen szinten is össze van kapcsolva, és ma már, amikor ilyen feszültségmérő csippeket nagyon olcsón lehet kapni pár ezer forintért, biztatom a nézőket, hogy ezt ne puszira, meg hitre, villamosmérnökök meg tudják csinálni ezt a kísérletet, jó tojás kell hozzá, és bárki meg tudja ismételni. Nézzük meg két almát egymással, az egyik hibás, a másik hibátlan. Rakják közé egy üvegfalat, és ugyanúgy kommunikálnak, tehát számos ilyen kísérlet volt már, hogy sokkal bonyolultabb effektusok zajlanak, mint elképzelünk. De amit én kérdeztem tőled, az a francia... Az a transmutáció, a Kevránnak a Kevrán kísérlete. Igen. Ez csak a tojás kapcsán jutott eszembe, hogy egyáltalán a jobb kezünk meg a bal kezünk ilyen módon is össze van kötve. Na, most jön a fiúk elmélet, amikor te ismersz engem, én ismerlek téged, és valamikor rám gondolsz, igaz? És valami olyasmi közös témáról értekezünk, akkor ez megjelenik az én fejembe is, tudod? És akkor föl is tudunk erről beszélni. Hát a Lobachevsky Bolyai Farkas című dolog, hogy az információs mezőben, hogyha azonos, te úgy fogalmaztál, hogy idegsejt konstelláció, vagy nem is így fogalmaztál, megvan, akkor ha neked megvan arra a fiókod, a nyitottság, a csatorna, akkor te ugyanezt fogod, ahogy én fogom föl. De itt valami sokkal bonyolultabb dolog volt itt a tojás kísérletnél. A tojásnál a Louis Kervran figyelt föl arra, hogy amikor megvizsgálta a tojások sárgájának, meg fehérjének a kalcium tartalmát, hogy összesen hány milligram van benne. Komplett spektrumot vizsgálta, sok minden más is. Akkor hát tudta, hogy hány milligramnyi kalcium van ebben, és sok-sok tojást megvizsgált, és aztán megnézte, hogy a tojásból kikelő kis csirke, annak már van egy csontváza, egy egyszerű kis csontváza, hogyha hát elpusztította a kis csirkéket, megnézte, hogy mennyi a tojásváznak a kalcium tartalma, és több volt. Hibázott a leltár. De ez nem csak a kalcium. És olyan anyagok is megjelentek, ami az eredeti tojásban meg nem volt. Nem volt. Hát igen. Rendszeresen a vasat meg tudja magának élőlény, le tudja gyártani. Nagyon sok ilyen eset van, hogy a füvek, mindenféle gyógynövények olyan talajon telepszenek meg, és olyan talajon élnek és virágoznak, ahol alapvető fémek, például vas hiányzik, nem tudja fölvenni a kövekből, a levegőből meg nem tud vasat fölszedni, mert nincsen vas benne, és legyártják maguknak. És nagyon érdekes, különösen fontos, hogy ezek a transmutációs folyamatok fölgyorsulnak, és jól mérhetőek, különösen holtölte idején, és nem csak a anyagok, hanem a izotóp összetétel megváltozik. Ezt az utóbbi 10 évben vannak már olyan tömegspektrométerek, amelyek annyira érzékenyek, hogy nem csak az anyagokat, hanem azoknak az izotóp összetételét ki tudják mutatni, és ennek segítségével például a Bálint analitikában láttam ilyen mérési eredményeket, hogy olyan izotóp arány jött létre, ami nem indokolható az adott földterületen található kőzetekben levő anyagok izotóp arányával. Magyarán lehet, hogy abban a talajban van kalcium, de ott a kalciumnak is többféle izotópja van, de az élőlény magának olyan kalcium izotópokat készít, ami nincs benne a talajban, amit onnan nem tud felszedni. És erre technikai lehetőség csak az utóbbi 10 évben nyílt meg,
és ez gyakorlatilag olyan, mint az új lenyomat. Meg tudod mondani, hogy az a bor például tényleg Mádon vagy Bodrogkeresztúron keletkezett-e, vagy pancsolták-e, mert a borban olyan izotóp össze, tehát olyan izotóp arány van Bodrogkeresztúron, ami csak ott jellemző. Az izotópot mondjuk el Marininek, mert... Az azt jelenti, hogy a protonok száma, mit tudom én, a vasnál 56, de a neutronok száma az lehet ennyi, meg annyi, meg amannyi. Vannak olyan anyagok, amelynek több izotópja is van magyarán, többféle neutron is előfordulhat. Vannak olyanok, mint például az alumínium, ahol a protonoknak meg a neutronoknak az aránya mindig. Tehát ez ugyanaz. A talajnak az új lenyomata. Ez igaz? A talaj új lenyomata. És én most mondok neked még egy példát, ugye. Mondjuk 1 millió éve ott van az a termőföld, amiből 1 millió év óta folyamatosan növények keletkeznek, és a benne lévő ásványokat folyamatosan kiszippantják, igaz? Akkor egyszer azt veszük észre, hogy a termőföldjeink elhalnak, berepedeznek, nem fogják meg a vizet, és eltűnnek halott. Onnan. Halott. Oké, hogy megy ez a dolog? Tehát az van, hogy ha, és megint a mikrobiomról beszélünk, hogy földnek hasonló bonyolultság és összetétel mikrobiomja van, mint az embernek, aki ott él a kis gilisztákkal boldogan együttlétben, és ő bármilyen anyagból képes, ahogy az előbb megbeszéltük a bonyolultabb élőlényekben, bármit elállítani, amivel táplálni tudja azt a növényt, ami a kis magból, ami ott elmesélted, ahogy kikerül ott. És abban a pillanatban, hogyha én az életet megölöm, akkor ezt a képességét az anyaföld elveszti, és ugye nem biztos, hogy ahogy a tojásnál ez visszajött, hogy az anyaföldnél visszajött, amíg nem adom vissza neki az élőteret, tehát az, hogy a baktériumokat megéljenek, nem adom vissza a baktériumokat, akkor ezt örökre elveszítjük, ezt a talajt, és ahogy itt beszélgetünk, a Földön több száz hektárnyi föld válik halottá, és még mindig a biotranszmutációról beszélgetünk. Ezt tartja életben. Ezt tartja életben, hogyha fölfogjuk, hogy úristen, hát 1 millió évig onnan kivettünk minden anyagot, akkor mi a fene, aki képes utána azt pótolni? Hát csak úgy, hogyha valami élő, vagy valamilyen isteni dolog, azt ott megtermeli újra. És nem isteni dologról van szó, hanem ugyanarra a kis nyomvad baktériumról, aki az őstengerből a deutériumot képes volt kiszedni, igaz? Ugyanaz, ami képes átalakulni bármivá, és például a szén példád a napján képes bármilyen anyagot előállítani, például vasat. Láttad, hogy a te szénporodban is a mágnesesztető anyag, a vas volt az első, ami legtöbb volt, de ezen az alapon az a környezet azt tudja, hogy annak a faunának, annak a növényzetnek mire van szüksége, és azt állítja elő. Tehát ez az Avatar című filmből, aki odafigyelt, ezt megérthettük, de ha a Földet nem úgy fogjuk fel, mint egy óriási ideghálózat, ami az embert is működteti, akkor megint egy halálos ítéletet mondunk ki magunkra. Na most itt van az úgynevezett modern mezőgazdaságnak a halálos csapdája, tehát ők nem élőlényként tekintenek a talajra, és úgy gondolják, hogy na, odaadjuk neked a foszfort, a nitrogént műtrágyába. Mint a gyógyszert adnál az embernek, bocsánat, halott gyógyszert. Így van, és nem a biológiai, tehát a szerves trágyába ott van sokféle baktérium, sokféle anyag, az élő. Vagy ahogy például az erdei talajokat nézzük, ahogy lehullanak a levelek. És ott fermentálódnak. Ott fermentálódik. Ezt lehetne a mezőgazdaságban is fenntartható módon avartakarásnak vagy mulcsos gazdaságnak nevezni. Ez az, ami fenntartható. És ne lehordani mindent a talajról. Ja. Az összes többi az csak sima rablás, ja. És ahogy nem szerettük a mongolokat, meg a törököket, meg az olajipart sem, mert csak elvisznek és rabolnak, nem adnak vissza semmit, vagy a mostani pénzgazdaság is csak rabol és nem ad vissza semmit kutatásra, fejlesztésre. Tehát ez a probléma mindig előjön. Vegyünk példát arról, hogy a parlagon hagyott mező, vagy az erdő, az hogy termeli magát újra, akár hát a
trópusi talajokon a termőrész az 10 cm vastag, alatta meg már csak szikrák vannak, sziklák, és mégis fölötte egy ilyen csodálatos élővilág van, amíg hagyjuk, hogy éljen természetesen. De ezen látszik, hogy milyen bonyolult élelmiszer láncokon alapul az egész élővilág, és csak hagyni kéne, hogy éljen, és meg lehetne az életet tartani egy ilyen kölcsönösen kialkudott feltételrendszerrel, hogy hagyjunk benneteket talajbaktériumok élni, cserébe tartsatok el minket. Tehát ez az életnek az egyik nagy rejtélye és nagy ajándéka, hogy önfenntartó tud lenni, magyarán például le tudja gyártani a szükséges anyagokat. Ott van, és ez a biológiai transzmutáció, ahogy én láttam, mindig a mitokondriumokhoz kötődik. A deutérium megsemmisítés az ott van a forgó ATP enzimben, és a többi, a bonyolultabb transzmutációk, amikor vasat meg egyéb anyagokat kell legyártani, a mitokondrium két sejtfalának közében, az úgynevezett mátrixban a protonszivattyúk csinálják, ami a mai tudomány szerint érthetetlen. Mindenki fölteszi a kezét, hogy hú, hát ez bonyolult. Fogalmunk sincs, hogy a protonok hogy kerülnek nagy energiával a sejthártyán kívülre, a belső sejten. Rendkívül érdekes, nagyon tanulságos és szórakoztató. Át is küldtem neked azokat a biofizikai könyveknek a borítóit, amiben hát én szoktam nézegetni ezeket a problémákat. Képzeljétek el, 200 évvel ezelőtt nem mentél a patikába C-vitaminért, meg B-vitaminért, mert magák, ezek a rága baktériumok, ezek nem csak átalakítják az anyagokat, hanem azokat az enzimeket, például C-vitamin, B-vitamin komplexet önmaguk képesek elállítani, annélkül tudták volna, hogy mi ez a B meg a C-vitamin. Tehát, hogy az élet az sokkal egyszerűbb, bocsánat, és bonyolultabb, mint amit itt valahol el fogunk érni, és a legjobb szándékkal ilyen kémélög összelapától cuccok, amit tudják, hogy annak a szívizom sejtnek, vagy jóisten tudja minek, milyen kémanyagokra van szüksége, de már nincsenek bepörgetve, tehát nincs meg az a úgynevezett elható anyagok, tehát nincs meg a forgásirányuk, a kiállításuk, és halott anyagokkal csak halott életet lehet csinálni. Tehát az eszenős evangélium szavai, hogy csak az élet tüze által éljetek, mert a halott táplálék halottá tesz benneteket is. Ennyi. Gyurikám, hát ez 4 órát beszélgettünk itt egyfolytában, szinte kincse voltunk. Én azt hiszem, hogy olyan új információkat adtunk oda. Nekem ez a biotranszmutáció óriási nagy versenyparipám, mert ugye folyamatosan, ugye, hát én Kombucsa Pista bácsi vagyok, aki ugyanerről szól, hogyha bejuttatsz olyan élő szinergista közeget, akkor ez benned még a halottat is élővé képes átalakítani. És ez csak egy kicsi szegmens ennek az egész mikrobiom kérdésnek, amire hál' Istennek egyre nagyobb figyelmet fordít most már a világ, de látjuk, hogy a fizika ugyanezen a mesdjén halad, már amelyik tovább akar lépni, és azok a falak, amiben beleütközött a fizika, a biológia, az orvostudomány, azok a falak itt vannak most, és csak el kell a kis pálcikákat szedni mögülle, hogy ledőjenek, és amidáig hülyeségnek, meg okultnak tűnt, azon a mesdjén tudnánk tovább menni, és csoda, hogy te vagy, és ezzel a tudással, tehát amit te tudsz csinálni, nem az, amiket tudsz, hanem a szinergiákat tudod megalapítani, illetve a fizikában még a szintéziseket nagyon... Távoli összefüggéseket. Távoli összefüggéseket. És ez a tudomány lényege. Tehát egy folyosón dolgozik 60 tudós és 60 féle hülyeséget, nem hülyeséget, okos dolgot összeszed, de az interdisziplináris gondolkodás meg hiányzik belőlük. Nem tudják ezt összeállítani egy olyan tudással, amivel tovább tudnának lépni és valamit megtegyenek. Ez a mérnöki gondolkodásnak az alapja a szintézis, hogy ismerek sok alkatrész, sokféle felhasználását, és abból én kombinálom. És a
energia is fontos, hogy mikor melyik anyagot a biológiába is, hogy lehet, hogy kiröhögnek sokszor, de amikor elakadok egy termi fejlesztésénél, előveszem azt a kutya ingát, tudod, és megnézem, megállapodok vele, hogy hogyan, merre, és csoda dolgokat kaptam már válaszként. Hát ez a felső kapcsolatnak a kérdés. Hát ez így működik, de most ezt elmondod, azt mondják, hülye vagy. Igen. Na, én boldog, bolond vagyok ebbe a világba, mert hogy a sok okos idáig tudott eljönni. Tehát ez volt a fal, ahol koppantak. Nézzük már meg, hogy Isten bolondjai azok merre tudják elvinni a világot, mert ez az út, nem mondom, hogy igaz út, de a működőképes út. Tehát elképesztő, ahogy az emberek sietnek a szakadék felé, ha semmi mást nem nézzük, csak azt, hogy a klímánkat hogy tesszük tönkre, és a talajt hogy tesszük tönkre. Mm. Hát ugye mondani se kell, ebben a évben, ebben a nyáron Magyarország harmada terméketlen lett. Ugye, és amikor ezeket a jégelhárító tornyokat megszüntették, másnap esett az eső, és nem kívánom ezt kommentálni. Tehát, hogy hol van itt a tudatos pusztítás, de ők is kifáradtak, nem olyan erősek már, mint voltak, és én ebben bízom, hogy a mostani erőfeszítésünk, összefogásunk azért áttör ezt a falat. Különben nem tudunk eljutni az aranykorba, akkor game over van, akkor nincs tovább. Na, kedves néző, mindent megkaptál, amire szükséged van, a megoldások ott vannak benned, és tedd a dolgodat az életbe, bármilyen területen vagy. Ha ezt a fajta gondolkodásmódot elfogadod, megfogadod, akkor bármire képes vagy. Köszönöm, Gyurikám, hogy itt voltál velünk, időre szeretnélek látni, főleg, hogyha ez a kis konstelláció összeáll, hogy ez a kutatócsoport, vagy most nem kutatócsoport, hanem fejlesztőcsoport a sorozatgyártásra képes kis eszközt ide le tudja tenni az asztalra, akkor nagyon nagy szeretettel várlak, és ugye elmondtuk több adásban, hogy egeri.hu-n lehet nálad jelentkezni azoknak a segítőknek, illetve megszervezzük a téglajegyek jogi alapját, hogy hogyan tudják ezt a rendszert támogatni. Önöknek megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is nézzenek VNTV-t, viszontlátásra!